Sziasztok, negyedszer rugjuk rátok az ajtót egy Gegenpressing adással az újabb szezonban, és egy nagy visszatérővel várunk most benneteket. Kocsis Bence, az MLS vezető adatelemzője a vendégünk, és hát akik figyelmes nézőink voltak az előző évadban, azok tudhatják, hogy ez a titulus még rövidebb volt egy szócskával korábban. Hát mindenek előtt gratulálunk ehhez, és hát mesélj erről, mert hát a fene se gondoltam volna, hogy ekkora ugródeszka ez a műsor. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Hát az MLS vezetésében is nézik a műsort. Ugye korábban is tagja voltál ennek a csapatnak, mint azt már tudtuk az előző szezonban is, szóval házon belülről érkezett a pótlás. Ez akkor ugyanaz, mint amikor egy úgymond távozó edző után átveszi a csapatot az aktuális asszisztens? Igazából tényleg, hogy mondod is, már 4 éve az MLS-nél vagyok, és ugye eddig a Hegedűs Henrik volt a felettesem, és most ő átigazolt ugye a Fradihoz. Igazából most eddig is rengeteg ötletem volt így a szövetségen belül, amit így szerettem volna megvalósítani, és elég most egy lehetőséget kaptam, aminek nagyon örülök. Szeretnék is élni ezzel a lehetőséggel, és minél többet kihozni ebből az egészből. Azért azt látni kell, hogy az adatelemző azért talán úgy látszólag kicsit messze van a pályától, de a mai labdarúgásban már beszéltünk is erről elég sokat ebben a műsorban, de hazai szinten is, meg nemzetközi szinten is azért a rengeteg adat veszi körül magát a játékot, és én azt gondolom, hogy igazán hozzá lehet adni mind a magyar labdarúgás egészének a fejlődéséhez, mint pedig a válogatott stáboknak a sikerességéhez, eredményességéhez, és remélem, hogy a következő rövid, hosszú távú időszakban ezt hozzá tudok járulni. Hát azt mi is nagyon reméljük, mert sikerek voltak eddig is, de várjuk a továbbiakat, viszont akkor most kanyarodjunk rá a meló részére. Kezdjük még a Premier League-es játékosainkkal. Ugye figyelmesebb nézők, meg akik fogyasztanak angol focis tartalmakat, felfedezhettek már téged Liverpoolos podcastekben, műsorokban is, úgyhogy előttük már lebuktál a többieknek, meg én mondom, hogy érzelmek is fűznek a piros mezes csapathoz. Ennek okán hogyan tetszett az első két mérkőzés, illetve az első idei győzelem? Összességében nem volt túl meggyőző a csapat. Ráfoghatjuk azért a szezon elejé formára, de ha megnézzük, itt felírtam az eddigi eredményeket, még akár az előszezonból is, láthatjuk, hogy a Bayern 4 gólt szerzett ellenük, a Darmstadt szintén gólt szerzett, ugye, aki most a Bundesliga 2-ből jutott fel, a Chelsea 1 gólt lőtt, de azért Alissonnak elég sok bravúrt kellett bemutatni ahhoz, hogy a Liverpool 1 pontot el tudjon vinni arról a találkozóról, és akkor a Bournemouth elleni meccsre pedig ne is beszéljünk, ami indult egy meg nem adott góllal, utána pedig gólt is szerzett a Bournemouth, és elég nehezen viselte azt az elég erőteljes letámadást, amivel a Bournemouth próbálta megnehezíteni a Liverpoolnak a játékát. És akkor emellett ugye ez a védekezés része a játéknak, ha azt nézzük, hogy eladta a csapat Hendersont meg Fabinho-t. Oké, most igazolták az Endót a helyére, de azért ugye volt egy Caicedóra való próbálkozás, ami nem sikerült. Sőt, állítólag még Laviára is. Még Laviára is, ezt a fene tudja, hogy ott mi volt pontosan, akkor a középpálya is kicsit ilyen érdekesen alakul, és ami szerintem egyébként még nagyobb probléma az a baloldali belső védőnek a személye, hiszen hogyha Van Dijk lesérül, nincs más szenior játékos a helyére. Sőt, azt bocsánat, láttuk, hogy mi van, amikor Van Dijk lesérül. Igen. 1-2-vel ezelőtti szezonban. Igen. Talán akkor kezdődött a... 3-3. Ráadásul, hogy repül az idő. Igen. Ugye, amikor Van Dijknak volt az a súlyos 8-9 hónapos kihagyása. Igen, és az alapvetően meg befolyásolhatja a szezon teljes egészét. Ha minden jól alakul, akkor lehet ez egy jó szezon, de azért így vannak még kérdőjelek a szezonindulása kapcsán Liverpoollal kapcsolatban. Viszont Szoboszlai Dominik egyelőre jól nézett ki a poolban. Sokat beszéltünk már róla itt is, meg a másik műsorainkban is, hogy próbáljuk ezt nem duplikálni, viszont a mostani meccs kapcsán, én ahogy böngésztem így a magyar szurkoló kommentjeit, visszatérő volt az észrevétel, hogy hát Mohamed Salah nem szeret Szoboszlai Dominiknak passzolni. Én egyébként halkan hozzáteszem, nem tudom, ez mennyire szoboszlai specifikus, mert szerintem másnak se szeret annyira. Amellett egyébként nyilván nagyszerű játékos, de talán nem a kiszolgálásban a legerősebb. Van-e erre nézve jellemző minta, hogy egy új igazolásnál mennyi idő után mondjuk megnövekednek-e a kapott passzai, tehát hogy lekövethető-e az a számok világában, hogy egyre jobban kezdenek bízni benne a társak? Először erre a Salah nem szeret a Dominiknek passzolni, hát ez szerintem
nem igaz. Elég, hogyha megnézzük a különböző social media felületekre feltöltött videókat, azért látszik, hogy például az egyik láptenisz bajnokság volt a csapaton belül, és amúgy a Szala a Szoboszlaival volt, és tök jól érezték magukat, szóval szerintem ennek nincsen semmiféle alapja, ez szerintem nem igaz. Az, hogy most a játékosok mennyi idő után kezdenek el több paszt kapni, erre kimutatást nincs, de hogyha nyúzan észre belegondolunk abba, hogy egy új játékos, egy teljesen új környezetbe kerül, új csapattársak veszik körül, hát természetes, hogy kell az idő, hogy azok a mechanizmusok, azok a mozgások, azok begyakorolják a csapattársak egymással, és egyre inkább majd a játékba kerüljön. És egyébként ez azért most, ha csak ilyen nagyon pici távon nézzük a Chelsea ellen és a Bournemouth ellen, akkor már látszik, hogy mennyivel több labdaérintése volt a Dominiknek a Bournemouth ellen. Mondjuk ezt gondolom adódik az ellenfél minőség különbségéből is. Meg amúgy két meccsből nem szabad hosszú távú következtetést levonni, de majd szépen-szépen ez egyre többet lesz Dominik játékban. Ha már új környezet, most a pályán is egy kicsit új környezetbe került Szoboszlai, visszatolták hatosba McAllister kiállítása után. Ránézésre szerintem jól állt neki, Klopp is dicsérte, és azt meg már maga Szoboszlai mondta a meccs utáni interjúban, hogy Rossi is hatost szeretne belőle faragni. Hipotetikus egyelőre a kérdés, mert ez még nem történt meg. Nem pazarlás ez? Egy labdával ennyire erős és jó rugó technikájú játékost ilyen távol tartani a kaputól, akkor is, ha nyilvánvalóan jó képességei vannak a hatos pozíthoz. Szerintem ez megint kicsit így, ez jól hangzik, meg így elviszi a fókusz, de most szerintem egy lépéssel lépjünk hátrébb, és mondjuk azt, hogy a Dominik Európa egyik élcsapatában folyamatosan hétről hétre játék lehetőséget kap. Teljesen mindegy, hogy az hatosként fogja kapni, vagy nyolcasként, vagy jobb hátvédként. Folyamatosan játszik, ami azt mutatja, hogy megállja a helyét, sőt, ugye a hétvégén egyébként a mérkőzés legjobbjának is megválasztották. Sőt, a BBC-nél, ha minden igaz, akkor bekerült a hét csapatába is. Lehet, ezt nem tudom pontosan. Ennek ellenére egyébként tovább viszik a gondolatmenetet. Én nem gondolnám, hogy Klopp hatos szeretne játszatni a Dominika. Különösen azért sem, mert most például ugye a Liverpoolnál nem volt hatos, és mind a két meccsen úgy álltak fel, hogy a McAllister játszott védekező középpályást. Ha Klopp annyira védekező középpályást szeretne játszatni a Dominikkel, akkor elképzelhető, hogy ő kerülhetett volna előbb hatos pozícióba, mint a McAllister. Ennek ellenére mégsem ez történt. Egy kényszer szülte helyzetben hátrébb rendelte a mester. Persze, olyankor mindenkinek jobban ki kell venni a részét a védekezésből. Ennek ellenére egyébként Dominik ment folyamatosan előre még utána, és még a Klopp mondta, hogy kicsit nyugodjon meg, de nem gondolnám, hogy amúgy ez hosszú távon ez a tendencia figyelme. Nem menjünk el szó nélkül az ellenfél mellett sem, már csak Kerkez Milos okán sem. Igen. Az előző adásunkban is beszéltünk, hát akkor a Tokics Tomi kollégánk volt a vendégünk, és jó dágat zengett az Iraola fociról. Te mit szólsz hozzá már, mint neked mi a véleményed Iraoláról, illetve ebben a rendszerben Kerkez reváró szerepről? Szerintem amúgy nagyon nagy szó, hogy a Milos a Premier League-be igazolt, és sajnos Dominik Liverpoolba igazolása mellett, meg az a hype mellett, ami Dominik körül kialakult, nem jogtalanul, de kialakult, amellett sajnos a Milosról nem beszélünk szerintem eleget, és az, hogy valaki 19 évesen be tud kerülni a Premier League-be, és egy új környezetbe egy félrelapozást csinált nagyjából meg a Bournemouth-szal, és mind a két mérkőzésen kezdő tud lenni, ez nagyon nagy szó, és mind a két mérkőzést végigjátszott, ez nagyon nagy szó. És ez nagyon fontos megjegyezni, és igenis a Milosról is legalább annyit kellene beszélni, mint a Dominikról. Persze nem olyan szexi pozícióba játszik, mint a Dominik, meg nem fog annyi gólt szerezni, mint a Dominik. Ennek ellenére az, hogy a Milost leigazolták Hollandiából, Premier League csapat, és láthatóan bíznak benne, ez szakmailag egy hatalmas nagy előrelépés a Milosnak is, meg úgy ámblok most a magyar focinak és a válogatottnak, ez nagyon fontos, hogy van egy ilyen baloldali szélsővédőnk, aki ilyen jól használható. Ez történelmi hiányposzt volt. Abszolút, és hogy tényleg egy nagyon 19 éves játékosról beszélünk, és ez az Iraola féle foci szerintem nagyon fekszik neki, ugye a Milos a mérkőzés után nyilatkozatában is elmondta, hogy neki jó ez, hogy az edző azt szeretné, hogy a csapat előrefele védekezzen, de közben támadhat, mehet fölfele, szerezhet még az ellenfél térfelén is labdát. Ez az ilyen erős, brusztoló stílus egyébként nagyon sok
sok futással, fizikalitással operáló játékstílus, ez fekszik a Milosnak, és egyébként ez majd a válogatottban is nagy erénye lehet a Milosnak, mert hogy egyébként a következő egy évben biztos nagyon sokat fog fejlődni a Premier League-ben. Nekem azért ugye elég nehéz sorsolása van most az első két mérkőzés alapján a Bournemouth-nak, mert ugye az első fordulóban West Ham-mel játszottak, hogy jól emlékszem, azzal igen. A West Ham-mel, aki megvert a Chelsea-t, meg a Liverpool-dal játszottak ugye idegenben. Én attól tartok, hogy nehogy ne jönnek az eredmények, és akkor hirtelen majd egy eredménykényszer kialakulja, aminek a következtében majd kirúgják az Iraulát, és akkor a Milosnak a helyzet is megváltozhat. Reméljük, hogy nem így lesz, de hogy ez azért befolyásolhatja a szezont. Ennek ellenére a Milos előtt egy nagyon nagy lehetőség került, és ezzel úgy tűnik, hogy az első két mérkőzés alapján azt mondhatjuk, hogy élni is tud. És hát élni tudott az esélyeivel az MTK is. Az MTK Kecskemét volt nálunk a hét mérkőzése, 1-0-ra nyertek a fővárosiak, és hát engem bevallom, és szintén meglepett, azt nem vártam volna, hogy az MTK majd pont a Kecskemétet tudja először megverni, és vice versa azt sem, hogy a Kecskemét első vereségét majd pont a Hidegkutiban szenvedi el. Volt ennek egyébként előjele, vagy ez egy így alakult című mérkőzés? Hát ugye ez a negyedik forduló, most három forduló után azt mondani, hogy volt ennek előjelezés, nagyon nehéz. Nem mindegy, hogy kivel játszol, a Fradi ellen játszol, sokkal nehezebb, mint mondjuk a Mezőkövesdel játszol, stb. De azért egyébként azt lehetett látni az MTK-nak az eddigi mérkőzésein, hogy azért labdával domináns tudott lenni. Jól emlékszem, az előtte lévő három mérkőzésében mindenhol náluk volt többet a labda, és az első három meccsük mindegyikén ők próbálkoztak többet. Kapralövése, kivéve talán a Paks, mert a Paks meccsen ugyanannyi próbálkozott a két csapat, de hogy alapvetően tudtak dominálni labdával, tudtak dominálni ott a kapu előtt, tehát azért lehetett arra számítani, hogy majd az MTK egy idő után győzelmet is fog szerezni a bajnokságban. És egyébként maga a mérkőzés is kiegyenlített volt, hogyha megnézett 85. percben, vagy 84. percben született a gól. Szóval összességében egy kiegyenlített meccs volt, ami most az MTK-nak kedvezett. Viszont itt is igaz, amit mondtál, hogy ők próbálkoztak többet a Kecskemétnél, és a hát nem haladó, hanem a basic-ebb statisztikákban tulajdonképpen az MTK fölényben volt szinte minden aspektusban. Igen. Ilyen okon akkor mondhatjuk, hogy megérdemelt a siker? Hát mondhatjuk, a mezőnyben tényleg nagyon kiegyenlített volt passzokat, támadó harmadba való eléréseket nézzük, akkor nagyjából kiegyenlített volt a mérkőzés, amiben talán az MTK hatékonyabb volt, vagy erősebb volt az egyik oldal, hogy a kapralövések, az 9-5 az MTK javára, a másik pedig az, hogy a Kecskemét csak egyszer találta a kaput, az MTK pedig a 9 próbálkozásból 3-szor, tehát a hatékonyság egy picit talán jobb volt, és akkor mondhatjuk, hogy egy ilyen nagyon X-es találkozót ez eldöntött az egyik csapat javára. Sőt, én puskáztam a rendszerünkből előre, hogy ne tűnjek kukának melletted, de ugye tavaly arról beszélgettünk tök sokszor, hogy a Kecskemét milyen jó abban, hogy hány 16-oson belül labdaérintést tud produkálni. Na ezen a mérkőzésen, a mi általunk használt adatok szerint például 5 labdát, vagy 5 pontos passz érkezett csak a 16-oson belül, ami azért az előző évükhöz képest visszaesés. Ugye viszont maradva az MTK stílusánál, Demjén Patrik beszélt nekünk egy interjúban arról, hogy a rövid passzos kombinatív játékra törekszenek. Ez akkor, amit mondtál, az alapján mondhatjuk, hogy ha nem is valósult még meg, de a megvalósulás útjára már rálépett a sztori. Igen, meg egyébként azért, ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy a harmadik legtöbb passz meccsenként az MTK-hoz köthető, a második legtöbb passz a támadó harmadban mérkőzésenként szintén az MTK-hoz köthető, egyik legtöbb labda érintése szintén az MTK-nak van, tehát azért az látható, hogy labdával egy domináns játékra törekszik a csapat. DVSC Kisvárda. Kicsit még hátrébről indítunk, mint maga a mérkőzés, mert ugye a Loki szenvedett egy elég csúnya 0-5-ös vereséget a Rapid ellenében a Konferencia Ligában, márpedig egy nagyon-nagyon biztató 0-0-ás odavágó után, és azért is nagy a csalódottság nyilván, mert hogy ez az odavágó, ez táplálta szépen a reményeket. Viszont... Főleg úgy, hogy volt egy kontránk is a végén, amiből, hogyha talán egy kicsit ügyesebbek vagyunk, hát, és két kapufa, tehát abszolút nem csak az, hogy lebekkelte 0-0 a Loki, de egy kicsivel több szerencsével akár győzelem is lehetett volna. Igen. Hogyan kell ezek fényében a helyén kezelni ezt az egész párharcot, meg a Debrecennek a szezon kezdetét, mert mellette meg egyébként az egyetlen 100%-os csapat az NB1-ben most már. Igen, amikor a tavalyi szezonnak a végén volt záróadásunk, és akkor utána kávéztunk, akkor is ugye pont itt beszéltünk, hogy nemzetközi kupába kik jöhetnek majd szemben a magyar csapatokkal, és azt beszéltük, hogy hát a Oké, jól szerepeltek a magyar csapatok itthon, de ha kikerülünk a nemzetközi porondra, azért az mindig más, és akinek van, mint nemzetközi rutinja, hozzá van ahhoz szokva, vagy folyamatosan
június, július, vagy június végén, július elején, augusztusban már tétmeccseket kell játszani, olyan tétmeccseket, amik már nem lehet hibázni, vagy nem lehet hibázni. Ehhez kell egyfajta rutin, ami ugye itt a Debrecen esetében nem volt meg, és ez a Rapidnál pedig meg volt, hiszen ők az előző évben is ott voltak, hogy konferencialiga kvalifikációját játszottak, előtte évben a Bajnokok Ligájában indultak, hogyha jól emlékszem, és végül az Európa Ligában kötöttek ki, szóval, hogy ott a Rapidnál van egy ilyen nemzetközi rutin, ami a Debrecennél hiányzott, és ez amúgy abszolút kiütközött magán a mérkőzésen is, és az első gólra belegondolunk, akkor ott is egy rutinos játékos, ugye Zsák Balázs hibázott egyet, de hogy ez valószínűleg rossz passz, az a Balázsé volt, de az, hogy nem segítettek a társai megfelelően, nem volt elég passz opciója, amiért ő azt választotta, hogy hátra kellett passzolni a kapusának, az következett abból, hogy nemzetközi szinten nem voltak eléggé felkészülve erre a játékosok, ahogy arra sem, hogy egy teltházas stadion fogja fogadni a játékosokat. Sőt, ugye azért a többi osztrák csapatot megnézve, azért a Lask Linz, Wolfsberger, ezeket láttuk föltűnni Konferencia Ligában, Európa Ligában, tehát ahogy ott van nekik a Salzburga Fradiuk, egy polccal magasabban, úgy akkor a második, harmadik, negyedik helyezett csapataik is azért egy polccal magasabban vannak a mieinknél, szóval valahol a kiesés azt gondolom, hogy realitás, nyilván a 0-5 az fájdalmas volt. Tartás viszont van a Debrecenben, mert ahogy elindult a Kisvárda elleni meccs, én majd azt hittem, hogy itt nagyon álmos meccskezdésre kell számítani, és nem igazán láttam a nyomát annak, hogy egyébként egy elég súlyos vereséget szenvedett közben a csapat. Igen, azért itt az elmúlt egy évben figyelemmel követtük a Debrecennek a játékát, és miatt a Blagojevicet kinevezték ugye a Debrecennek a kispadjára. Mind a ketten nagyon megkedveltük a játékokat, ez tényleg így van, és kimondottan jó edzőnek tartom, aki olyan filozófiát, ötleteket tudott megvalósítani a Debrecennél nagyon rövid idő alatt, ami újítónak számított akár itt az egész NBA egyet figyelembe véve, és üdítő azt látni, hogy van egy elképzelés, ami mentén ő szeretne játszani, és ezt hajlandó egyébként erősebb csapatok ellen is a Debrecen felvállalni, mert hogy nekik az a stílusuk, hogy hátulról építkezünk, és valahogy megpróbáljuk előre jutatni a labdán, a baloldali szélső védőt kicsit beljebb visszük, a nemzetközi foci trendjeit követve, és így próbáljuk meg a labdabirtoklást, vagy a labdás fázist támogatni, és ezt megpróbálta a Debrecen a Rapid ellen is, és oké, kiütés lett a vége, meg kiesés lett a vége, de azért a végére szétesett fejben a Loki egyik oldalról. Nagyon lélekölő gólokat kaptak folyamatosan. Igen, azért az meg tudja tépázni egy csapatnak az önbizalmát, főleg úgy, hogy otthon vagy arra készülsz, hogy fú, hát talán még elkaphatjuk őket. Ennek ellenére én inkább a pozitívumokat emelném ki, és főleg az, hogy tényleg ez a Debrecen nem adta fel a saját identitását, amúgy talán egy kicsit jobb csapata ellen sem, mint amúgy a Debrecen. És ez az első meccs, hogy egyetlen egy szóra oda visszatérjünk, azért a Rapid mélyen a tudása alatt játszott azon a meccsen, és ez azért szembetűnő volt. És szembetűnő az is, hogy a Kisvárdái az első edzőváltás a szezonban. Azért mondom, hogy a szezonban, mert ugye Csercseszovot még a bajnokság kezdete előtt menesztették. Egyre ritkábban jut eszünk be a Kisvárdáról, hogy egyébként a tavaly előtti ezüstérmesről beszélünk. Igen, azért ezt mindig elmondom, hogy nagyon óvatosan kell kezelni, most 3-4 fordulóból milyen következtetés. Tudom, kis minta, mindig ezzel jöttek igen, nekem. Igen, és ez nagyon fontos. Ennek ellenére azért most az edzőváltás kapcsán próbálunk igazolást keresni, vagy cáfolatot, hogy ez jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés. Mindig azt mondom, hogy 3-4 forduló alapján nem lehet megítélni egy edzőnek a munkáját. Ha már ez felmerül, akkor lehet, hogy hamarabb el kellett volna küldeni, lehet, nem ezzel a vezetőedzővel kellett volna nekivágni a szezonnak, de így alakult, és amúgy az eddigi teljesítmények alapján azt elmondhatjuk, hogy lesek az adatokra, hogy messze a legkevesebb kapura lövés mérkőzésenként eddig a Kisvárnának a nevéhez köthető. Bocsánat, de az lesz egy kérdésem, mert hogy a Krusztyicsot annól, mikor menesztették az Újpesttől, akkor még arról beszéltünk, hogy egyébként ez az Újpest mezőnyben messze nem olyan rossz csapat, mint amilyen eredményeket hozott. Tehát ott mondhatni valahol érdemtelen volt Krusztyics, vagy kicsit unfair volt Krusztyics menesztés, és nem teljes egészében az ő lelkész áradt a kudarc. Itt akkor nem erről van szó, hogyha jól értem. Ez
Azért van 3-4 olyan statisztika, ami azt mutatja, hogy, hogy tényleg nem volt annyira meggyőző Kisvárnak a játék, ahogy mondtam is, a kapuralövés, a legkevesebb kapuralövés az övék, legkevesebb labda érintés az ellenfél 16-osán belül szintén az övék, a második legkevesebb passzatámadó harmadban szintén az övék. Azt hiszem, a második forduló után néztem azt, hogy az egyik félidőben, nem tudom megmondani melyikben, az egyik félidőben a Kisvárd egyáltalán nem próbálkozott kapuralövéssel. Tehát egy kapuralövési kísérletük sem volt. Tehát ezek azért nem olyan jelek, amik azt mutatják, hogy nagyon jó irányba mennek a dolgok. Ezeknek a tükrében tényleg mondhatjuk azt, hogy, hogy talán indokolható volt a váltás, de számomra akkor is inkább az kérdéseket vett fel, hogy akkor hogyan jutottunk el ide, hogy, hogy, hogy ezzel az edzővel vágunk neki ennek a szezonnak, mert hogy valószínűleg ennek már az előszezonban is lehettek jelei, ahogy már lehettek jelei az előző szezon végén is, itt inkább egy ilyen kicsit komplexebb problémát látok. Gondolom, akkor az előbb, ha már itt a kis mintákról beszéltünk, ne is álmodjak arról, hogy a Gerlicki Máté féle Kisvárdát egy meccs fényében hát igen, itt az úgy tényleg ugye egy hét volt, most valószínűleg kielemezték az előző hétnek a tanulságait, akkor egy volt néhány taktikai edzés, ebből én nagyon-nagyon hosszú távú következtetést nem érdemes levonni. Egyébként én most teljesen csak néztem tegnap a mérkőzésbe, adatokat nem néztem így kimondottan hozzá, de, de olyan nagyon nagy szemre látható, szemlátható különbséget én magam nem láttam. Meglátjuk majd akkor, hogy néhány hét után. Igen, egy pár hét múlva erre talán érdemesebb visszatérni. Viszont még annyit a Debrecenhez, hogy most akkor szerinted ki a Fradinak az első számú kihívója az eddig látottak alapján? A Fradi, vagy a bocsánat, a Debrecen, a Puskás, vagy még valaki? Fradi Elszólás. Fradi Elszólás, mert Fradi is lehet maga ellensége. Én ezt írtam föl, tehát amikor elküldtem a kérdéseket, én pont ezen gondolkodtam, hogy szerintem a Fradinak a legnagyobb ellenfele saját maga. Tehát most azért ezt így látjuk az elmúlt hetekben, akár a leginkább a nemzetközi porondon, hogyha, hogy azért az, hogy a Fradi kiesett, azért az jelentős kérdéseket vett fel azzal kapcsolatban, hogy a játékosok milyen mentális, fizikai állapotban vannak. Ezért, hogyha ez a kérdés, hogy ki a Fradi legnagyobb kihívója, akkor számomra a Fradi. Tehát, hogyha a Fradi meg tudja rázni saját magát, és olyan játékkal tud előrukkolni, mint amilyen ne tavaly összel, akkor, akkor itt nem kérdés, hogy, hogy ki lesz a bajnak az NB1-be. Az, hogy én kinek a játékát kedvelem, az egy másik kérdés. Tényleg a Debrecen játékát azt én szeretem. Az látszik, hogy azért van még erősítésre váró poszt Debrecenben, de azt nem tartom reálisnak, hogyha Fradi azt hozza, amit tőle elvárható, akkor bárki megfogja. Ha úgy alakul a szezon, mint ahogy tavaly alakult, és mondjuk a tavasz folyamán olyan mértékű leolvadás lesz a Ferencvárosnál, mint ami volt tavaly, és akkor akár a Debrecen közbeszólhat, de nem ez a realitás. Jövő héten, illetve ezen a héten is lesz 7 mérkőzésen állunk, készülünk majd nektek interjúkkal, elemzésekkel. Ez az Újpest-Zalaegerszeg lesz, most akkor le is lövöm ezt a poént, úgyhogy egy picit előjáróban beszéljünk erről a meccsről, mert hogy az Újpest az első fordulóban nagyon jól nézett ki szerintem a Vidi ellen, aki azok után is, hogy Csobot Kevint kiállították, tehát emberhátrányban is számomra kifejezetten meggyőző volt. Ez, hogy mondjam, azért volt ez így, mert a Vidi nagyon ideális ellenfél volt, tehát könnyű mellettük jól kinézni, vagy valóban jól kezdte az Újpest az évet, mert utána viszont a következő meccseik azok már nem túl veretesek. Hát igen, sajnos ez a Fehérvár egyelőre nem tűnik túl erősnek idén, meglátjuk, hogy meddig lesz türelme a vezetőedzővel kapcsolatban, igen, és hogy mire mennek ebben a szezonban. Az Újpest tényleg az első fordulóban jól nézett ki, a támadójáték az elég visszatolnak tűnik, viszont ez a védekezés az hagy némi kívánni valót maga után. Ugye azt hiszem, hogy fel is írtam, hogy 8 gólt kaptak. Igen, ennél csak azért a Vidi a több, ami egyébként egy meccsen szedett be 5-öt a Fraditól. Igen, tök érdekes, hogy a Vidi amúgy a Fradi ellen viszont nem nézett ki annyira rosszul, viszont többi meccsén ott meg nagyon távolnak tűnt. Tehát még az NBA egy többi csapatához képest sem tűnt úgy, hogy itt még akár partiba lehetnek a bennmaradását, viszont a Fradi ellen meg rendben voltak. Szóval ezért is mondom azt, hogy itt a szezon elején mindig ez óvatosan kell bánni, hogy milyen következtetéseket vonunk le, mert lehet, hogy kicsit kiegyenesednek a dolgok, és a Fehérvár is majd felzárkozik a többiekhez. Meglátjuk.
Ugye, ahogy mondtad is, a rugott gólok terén nincs tragédia, az 6-nál állnak, 8 kapottról is beszéltünk, és ugye nagyon sokszor emlegetik azt, hogy az, hogy egy csapat sok gólt kap, az nem biztos, hogy a 4-5 darab védőnek a sara, hanem lehet, hogy korábban gyökeredzik a probléma, és hogy a csapatvédekezés nem áll össze megfelelően. Szó lehet ilyenről az Újpestnél? Igen, azért a 8 kapott gól 4 meccs alapján az abszolút azt mutatja, hogy azért az sok. Tehát, hogy azért 2 kapott gól mérkőzésenként. Főleg úgy, hogy jól emlékszem, az utolsó fordulóban 3-at kaptak a Pakstól. Szóval azért ez nem néz ki túl jól, és ezért a nemzetközi fociban, vagy mondjuk azt a modern labdarúgásban, mert nem lehet arról beszélni, csak a védők védekeznek, a támadók megtámadnak, ez nem így működik. Pont amúgy beszélgettünk erről a Bregi Pistivel, hogy ő mondott egy ilyen tök jó dolgot, hogy az, ahogy védekezel, az meghatározza azt, ahogy támad, és ahogy támadsz, az meghatározza azt, hogy védekezel, és ez jól rámutatta arra, hogy mennyire komplex játék már a foci, mennyire egy csapatszintű dolog a védekezés is. Nem hagyhatod ott már a 4 védődet, meg mondjuk azt az 1-6-ost, hogy ők védjék. Nincsenek már áldogáló csatárok. Nincsenek, abszolút, tehát hogy ki kell venni mindenkinek a védekezésből a részét, és az látszik, hogy előrefele ez jól megy a játék. Itt valahogy a csapatszinti védekezést kell kicsit stabilizálni Újpest oldalon. Rosszabbul nézek ki az ETE, mert ők ugye 3 vereség mellett egyszer tudtak nyerni. Az MTK ellen, ahol, ha jól emlékszem, ha nem is Boyer Gábor, de valaki a csapatból, aki nyilatkozott, elismerte, hogy azért ott volt egy kis szerencséjük is, tehát az lehetett volna, alakulhatott volna máshogy is. Maradtak bennük gólok ezeken a meccseken, vagy a számok alapján is valóban annyit érdemeltek, mint amennyit el tudtak érni? Egy-két dolgot kiemeltem, most itt megint puskázok egy picit, hogy a kialakított XG-be a 8. legjobbak, az egylövésre jutó XG-be a 9. legjobbak, az elszenvedett XG-ben, az ellenfelek XG-értékeibe a 2. legrosszabbak, az egylövésre jutó XG-ben pedig a 3. legrosszabb az ETE. Ezek megint nem hangzik jól. Nem hangzik annyira jól. Egyébként utána még kicsit utána néztem, hogy pontosan hogyan is alakul a dolog. Azért azt látszik, hogy mezőnyben azért ennyire nem rossz a helyzet, mert még ha megnézzük azt, hogy a 4,79-re ugye 3 gólt lőttek, vagyis valamennyire arról lőtték az XG-jüket, azért a lövések tekintetében a középmezőnyben vannak, a 2. legjobb kaput találási aránya szintén a ZT-nek van, a támadó harmadban a passzok száma szintén középmezőny, progresszív passzok szintén középmezőny, szóval igazából az az érzés valahogy az embernek, hogy a mezőnyben azért nem annyira rossz a ZT, valahogy a kapu elé kellene odaérni, de hogyha nézzük mondjuk ZT meccseket, akkor azért ezeket az adatokat jelentősen befolyásolja az, hogy a ZT ellen sokszor szerez vezetést az ellenfél, vagyis onnantól kezdve egy kicsit átadják a területet, és onnantól kezdve mehet a ZT, de addig, ameddig 0-0-ra áll a játék, addig nem nagyon tudnak dominálni az ellenfeleikkel szemben. És hát 4 meccsen 3 gólt lőttek összesen, ennél kevesebb nincs a ligában. Ugyanakkor ugyan a reciproka az előző kérdésnek, hogy az Újpest csapatvédekezés és védősor, hogy akkor itt meg az van-e, hogy egyébként nem csak a támadókon kell elverni a port, hanem ugye mondtad, hogy mezőnyben nem olyan rosszak, tehát akkor feltételezem, azért eljutogat a labda oda, ahova kell, és akkor ezek szerint nem elég pontos a támadósor? Hát a támadó harmadban egyébként eljutnak, elég sok kapuralövésük is van, ugye mondtam, hogy a középmezőnyben vannak relatíve a kapuralövések számába. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy az 1XG-re jutó vagy egy lövésre jutó XG érték az mekkora, azért ez a 9. helyen vannak, azért ez nem annyira jó. Ami azt mutatja, hogy eljutogatnak oda a támadó harmadba, de onnan már helyzetet kialakítani kicsit nehézkesen tudnak, és még pluszba alul is lövik ezt az XG-t, vagyis ez így kumulálódik, hogy mintha a támadó harmadba kicsit elfogyna a tudomány, ami megint összefüggésben van azzal, hogy az ellenfelek általában vezetést szereznek ellenük, hátrébb állnak, és ezette akkor egy felállt védekezés ellen próbál meg valahogy bejuttatni a labdát a 16-oson belőle, és az nem sikerül, és a távolról próbálkoznak, az meg alacsony lesz az XG értéke egy lövésnek, kicsi valószínűség annak, hogy az adott lövésből gól lesz. Tehát ezek egy kicsit így ugye mind hatással van így egymásra, és nagyjából ez figyelhető meg. És itt egyébként szerintem ez egyik ilyen kiemel
ettő terület, hogy talán az Etet túl sokszor kerül hátrányba a mérkőzéseken. Mocsi Attila iránt volt érdeklődés a sajtóhírek szerint külföldről is, az eszéket, a kupa ellenfél eszéket is emlegették. Ő ugye róla már korábban szó van, hogy akár tervben is van az eladása, vagy legalábbis egy olyan játékos, akit majd szeretnének piacképessé tenni. Sikerült ez, amióta ő játszik az Alaegerszegben, azóta az NB1-es játékosok körében piacképesnek, vagy vonzó célpontnak számít-e, akár más ligában játszó csapatok számára, illetve egyáltalán a számokból mennyire lehet ez pontosan meghatározni, hogy valaki mennyire piacképes? Hát most ebben a helyzetben van az ette, hogy eladná egy középhátvédét, azért az kérdés esetleni a bennmaradást, és azért tudjuk, hogy az NB1 és az NB2 között mekkora szakadék van. Kérdés, hogy egy játékos értékesítése az egyébként tudna annyi pénzt hozni, mint amennyi kiesést generálna az, hogyha ők mondjuk kiesnek az NB1-ből. Ez az egyik kérdés. A másik probléma az, hogy egyébként a Kálnoki Kis Dávid is ugye eligazolt Zalaegerszegről, aki tavaly ugye a párja volt Mocsi Attilának. Tehát ez is egy ilyen kérdés, hogy akkor konkrétan a konkrét védelmet lecserélni az ETE, ami hát így a szezon felé, vagy a szezon elején, főleg úgy, hogy már ugye benne elkezdett a bajnokság, ez nem túl jó előjel, úgysem, hogy amúgy, ahogy kezdte az a bajnokságot, ez egy plusz. A harmadik, hogy nagyon nehezen tudnának a helyre játékost igazolni most már, szóval ezek így csak ilyen kis körítésként. Az, hogy mennyire piacképes játékos, ugye ez sok minden meg tudja határozni, és itt azért itthon van egy olyan sajnálatos helyzet, hogy azért az NB1 nem duskál a fiatal magyar középhátvédekben. És akinek van némi tapasztalata magyarként, fiatal magyarként az NB1-es mezőnyben, az természetesen piacképes lesz. Kíváncsian várjuk ezt is, meg a hétvégi mérkőzéseket is. Köszönjük szépen, Bence, hogy itt voltál, nektek pedig köszönjük, hogy ezt a videónkat is megnéztétek. Ezt a szokásotokat tegyétek el a következő tartalmainkra is, hiszen ezen a héten is nagyon sok mindennel érkezünk nektek videókkal, cikkekkel, úgyhogy kattintsatok az nb1.hu-ra, várunk benneteket szeretettel jövő héten is.